Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója, lássuk röviden mai híreinket. Készül a rendezvénytér. Új szakaszához ért a régi nagymozi épületének felújítása. A díszpolgárra emlékeztek. Felavatták Iványi János belgyógyász főorvos emléktábláját. Folytatódhatnak a fejlesztések. Közel 12 milliárd forint érkezik Békés megye településeire. Adományok három helyszínen. Jótékonysági akcióval kezdődött a Gyulai Mézes Fesztivál. Zenéről és táncról párban. Megyeri Léna és Bősze Ádám tartott Gyulán ismeretterjesztő előadást. A jövőbeni működéshez elengedhetetlen naperőműves rendszert alakítottak ki a Békésugár úton található egykori mozi tetején. Jelenleg az alapvető szerkezetépítési munkák, víz- és hőszigetelés, valamint a padlófűtés kialakítása zajlik. Ez a nap híre. 2023. áprilisára a felújítás végéhez közeledik majd a Békésugár úton található egykori mozi épületének rekonstrukciója. Bozó András tulajdonos, a Superinvest Kft. Ügyvezetője kiemelte, a stílusbelileg összehangolt épület belső tereinél kifejezetten figyelnek az értékmegőrzésre. Így az Art Deco stílust végigvezetik az egész épületen. Mindent, amit találtak a munkálatok kezdete előtt, azt korhűen visszaállítanak. Egyedi oszlopfejet alakítanak ki, amely a plafonon látható mennyországhoz tartozó angyalszárnyakból indul ki. A lámpaminták első kezdeményei a méretpontosítás miatt már a helyükön vannak. Bozó András elmondta, az épület külseje városképileg védett. Bármennyit is dolgoztunk benne, innen a Békésugár útról még azon kívül, hogy kibejárunk az ajtón, nem nagyon látszanak munkák, és igyekszünk is ezt a látványt a végéig megőrizni. A benti oldalon, hogyha megnézzük, akkor már a teljes héjazatcsere, egy komplett naperőmű felkerült, és ott olyan változások vannak, amik a működéshez szükségesek vagy elengedhetetlenek. A jövőben igyekeznek a lehető legtöbb áramot megtermelni, egy jelentős méretű, elektromos napelemes energiatermelő rendszert építettek ki. Hőszivattyúval fogják az épületet működtetni. Egy olyan belmagasságú teret, mint az egykori mozié, hatékonyan csak alulról, padlófűtéssel lehet fűteni elektromos alapon. Az épület eredeti funkciójának alappillérét, a vásznat megtartották. A vetítés lehetőségét megtartják és használni is fogják a jövőben. Bozó András elmondta, egy jó minőségű digitális vetítőt és egy profi hangrendszert már beszerzett. Ennek az előcsövezése részben már megtörtént. Föntről haladunk lefelé, látszik, hogy innen már le is állványoztunk, tehát a díszítő munkák a mennyezettel kapcsolatban megvannak, és ahogy haladunk lefelé, tulajdonképpen az épület felső egyharmadával nagyjából készen vagyunk. Vízszigetelés, hőszigetelés zajlik a padlófűtésnek a kialakítása. Karácsony előtt mindenképpen bebetonozzuk a padlófűtést, mert ilyenkor több 10 000 liter vizet viszünk be az épületbe, és ez január elejére el kell, hogy párologjon a nagy része, különben olyan technológiákkal dolgozunk, amik érzékenyek a párára, tehát ezt a leállási időszakot, ezt a 3 hetet kihasználjuk arra, hogy a beton megkössön és az a rengeteg pára elmenjen, onnantól kezdve jöhetnek azok a munkák, amik pára érzékenyek. Bozó András kiemelte, céljuk, hogy megjelenítsék az eredeti 1910-es, 20-as korszakot az épületben. 98 éve született Gyula díszpolgára a belgyógyász diabetológus Iványi János. Pénteken emléke előtt tisztelegve avattak táblát, és tartottak tudományos szakmai konferenciát a Gyulai Tagkórházban. Pocsai Gábor és Dudás Mihály leplezte le péntek délután a Békés megyei központi kórház gyulai belgyógyászati osztályán Iványi János emléktábláját. A gyógyító intézmény egyik legendás alakja a belorvostan, a fertőző betegségek, a sportorvostan és a diabetológia gyémán diplomás orvosa volt. 1960-tól 3,5 évtizeden át tevékenykedett a fürdővárosi intézményben, a programon egykori kollégái, tanítványai és tisztelői mellett családtagjai is részt vettek. Meghatódva jövünk ide. Nekünk sajnos úgy alakult a pályánk, hogy Gyulát elhagytuk. Öcsém is, bátyám is, én is.
és aztán édesapám meg édesanyám halálával tulajdonképpen Gyula város történelméből eltávoztunk. Így különlegesen furcsa és jó érzés az, hogy apám emlékét a kórház továbbra is ápolja, és egy szép emléktáblával is jelzi, hogy nem felejti el édesapám életművét. Jó érzéket lenni. A program az Árvai teremben személyes hangvételű visszaemlékezésekkel folytatódott, majd tudományos előadásokkal zárult. Pocsai Gábor 25 éven át dolgozott Iványi János mellett beosztottként. Ez egy nagyon érdekes időszak volt. Ez a negyed század azt jelentette, hogy akkor alakultak ki a specialitások, a gasztroenterológia, a hematológia, a nefrológia, tehát minden akkor kezdődött szinte az általános belgyógyászatból kiválva. Tanítványai nem csak Iványi János emberi oldaláról nyilatkoztak elismerően, hanem szakmai szempontból is. Iványi János főorvos úr a kórházunk egy ikonikus alakja volt. És nagyon sok évig vezette az egyes belgyógyászati osztályt, nagyon sok kiváló tanítványa volt. Ő mondható a Békés-megyei diabetológiai ellátás megteremtőjének. Ezen kívül nagy érdeme, hogy a Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának egyik alapítója, és ennek köszönhetően mi gyulai belgyógyászok az 50. Dél-Magyar Belgyógyász Decentrum ülés megrendezésére kaptunk jogot néhány évvel ezelőtt. Iványi János élete során számos kitüntetésben részesült, a szakmai elismerések mellett 1994-ben Békés-megyéért díjat kapott, 1999-ben pedig Gyula díszpolgára lett. Közel 12 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezik a Békés-megyei településekre, jelentette be Zalai Mihály megyei elnök. Csaknem 12 milliárd forintos fejlesztési forrást kap több Békés-megyei település a TOP Plus keretéből, tájékoztatott a Békés-megyei önkormányzat elnöke. Zalai Mihály hozzátette, a forrásokkal többek között belterületi utak fejlesztése, parkok, zöld felületek kialakítása, hatékony csapadék elvezetési és hulladékgazdálkodási fejlesztések, valamint kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása is lehetővé válik. Mindezek mellett ipari parkok, iparterületek, inkubátorházak fejlesztésére, valamint a helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatására lehet felhasználni. Egyes pályázatokból önkormányzati épületek energetikai fejlesztésére, a bűnmegelőzés és a közbiztonság javítását elősegítő programokra és olyan infrastruktúra fejlesztésekre is lehet fordítani a támogatást, melyek segítik a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradását. Jótékonysági akcióval kezdődött meg pénteken a Gyulai Mézes Fesztivál. Három helyszínen 130 üveg mézet és közel 200 mézes kalácsot adományoztak a program szervezői. Már péntek reggel elkezdődött a Gyulai Mézes Fesztivál. A megyei lovagrend tagjai ugyanis három gyulai intézménybe vittek adományokat. A jótékonysági akció során mintegy 200 mézes kalácsot és 130 üveg mézet a Békés-megyei méhészek felajánlását juttatták el három gyulai helyszínre. Három helyszínünk volt a mai napra, az első az a Szivárvány napközi otthonban, a fogyatékkal élő felnőtteknek vittünk adományokat, utána lakásotthonban élő fiatalok kapták ezeket az ajándékokat, most pedig a gyerekkórházban a dolgozók is és a gyerekek is fognak. A gyermekosztályon többé-kevésbé rendszeresnek mondhatók a hasonló felajánlások, ezt a kezdeményezést is örömmel fogadták. Hát hálásan köszönjük, nagyon jó érzés, hogy ránk gondolnak a gyerekekre, illetve dolgozókra gondolnak, és ilyen ünnepi hangulat mellett is meglátogatnak bennünket, és megajándékoznak bennünket ilyen egészséges dolgokkal, úgyhogy hálásan köszönjük, nagyon örülünk neki. A szervezőkhöz a megye több intézményéből is érkezett kérés, hogy ők is szívesen részesülnének hasonló adományban, így ezzel a programmal szeretnének majd hagyományt teremteni, jövőre pedig új intézmények részesülnének mézes finomságokban. A zene és a tánc történetéről és a két művészeti ág kapcsolatáról szólt a legutóbbi előadás szerda este a Gyulai Várszínházban.
A programon kiderült, az évszázadok alatt hol az egyik, hol a másik került fölénybe, de az erőviszonyok általában kiegyenlítődtek. A tánc legalábbis eredetét tekintve nagyon közel áll korban a zenéhez, hiszen alapvető emberi önkifejezési forma. Lábújhegyen, zenéről és táncról párban címmel tartott előadást a Gyulai Várszínházban két művészeti ág közös történetéről, Megyeri Léna tánckritikus és Bősze Ádám zenetörténész. A páros olyan emlékezetes versengéseket, vagy épp sikeres együttműködéseket idézett fel, melyek nagy hatást gyakoroltak mind a zene, mind a tánc történetére. Tánc történetét két oldalról megvilágítva vesszük végig. Tánc történeti és zene történeti oldalról. Nyilván a teljesség igénye nélkül egy-egy jobbfajta korszakot kivéve, vagy kiszemelve, és ez egy 8 részből álló sorozat, amely Budapesten is megy, meg más helyen is, Esztergomban is van egy előadása, de most ide Gyulára egy olyan summázatot hoztunk, egy olyan keresztmetszetet, mint amilyen régen volt az operákból, régen jelentek meg ilyen lemezek, hogy népszerű operákból keresztmetszet, csak bizonyos népszerű tételek, ismertebb áriák vagy dallamok jelentek meg ezeken a felvételeken. Ilyen lesz ez a mostani előadás, az egész tánc és zenetörténetből néhány fejezet, amelyik egyrészt a mi kedvencünk, meg másrészt reméljük, hogy a közönség kedvence is lesz. A 400 éves történelemmel rendelkező balett ma is világszerte elismert műfaj. Hazánkban karácsony közelettével különösen népszerű Csajkovszki diótörő előadása. Igazából a tánctörténetnek három fontos fordulópontjáról, három fontos korszakáról fogok majd beszélni. Az első az a 14. Lajos király udvara, a francia barokk korszaka, amikor is tulajdonképpen a balett megszületett, tehát igazából a színpadi balettnek ott kereshetjük a gyökereit. Aztán a következő fontos fordulópont igazából az orosz fordulat, amikor Oroszország lett a balett életnek a központja, és egész Európából áramlottak oda nagyon tehetséges művészek, és persze aztán később meg már Oroszország importálta gyakorlatilag a művészeket, és aztán onnan is mentek különböző Európa különböző részeire a koreográfusok és táncosok. És a harmadik, amiről pedig beszélni fogok, ez Gyagilev orosz balettje, ami pedig tulajdonképpen az egyik legmeghatározóbb együttese a 20. századnak, és minden nagy együttes, ami ma is létezik mondjuk Európán belül, vagy akár Amerikában, a New York City Ballett, annak valahol itt kereshetjük a gyökereit. A koreográfusok és a komponisták viszonya meglehetősen viharosan és hullámzóan alakult az elmúlt évszázadok folyamán. Bősze Ádám erről is beszélt. Volt úgy, hogy egy baletthez előbb készült el a koreográfia, és csak utána a zene. Nem úgy, mint manapság, ahogy szokott lenni, amikor hát a zeneszerző megírja a muzsikát, és arra a koreográfusok megálmodják a tánclépéseket. Aztán egy másik ilyen számomra kedvenc rész, Anglia 18. század, amikor egy-egy opera előadás, amelyikben balett is volt, egyszerűen üzleti vállalkozás volt. Nem úgy, mint ma, hogy az állam finanszíroz mindent, hanem akkor komoly vállalkozók voltak. A Várszínház idei utolsó előadására jövő szerdán kerül sor. Ekkor adventre hangoló dallamokat hallhat a közönség a zeneiskola tanárainak tolmácsolásában. Elkészült a Nürnbergi és az Ötvös utca tengelyéhez igazodó elliptikus csomópont. Rövid hírek következnek. Nagy mértékben fogja javítani a város közlekedés biztonságát. 2021. novemberében adták át annak a közel 290 millió forintos beruházásnak a munkaterületét, melyet ma már használhatnak az arra közlekedők. A Nürnbergi és az Ötvös utca tengelyéhez igazodó elliptikus csomópont egy régóta várt projekt volt Gyulán. Ezt a szakaszt legtöbbet a belső és a külső törökzugi lakótelepen, valamint a kettő között található kertvárosi részben élő több mint 4000 ember használja napi szinten, akár naponta többször is. Ugyanakkor itt halad el a sarkad és a mégkeréki határátkelő felé tartó nemzetközi forgalom is. Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, ebben a városrészben bölcsöde, általános iskola, valamint egy orvosi centrum is működik. A megszokottal eltérően a Középsziget nem szabályos kör alakú, hanem a Nürnbergi és az Ötvös utca tengelyéhez igazodó, elnyújtott körgeometriájú.
Kovács József országgyűlési képviselő kiemelte, a beruházás teljes költségét az állam biztosította, ami nagy segítség az önkormányzat számára. Kónya István a körzet képviselője hangsúlyozta, Török Zug folyamatosan fejlődik. Az elmúlt 5 év alatt megújult többek között a Nürnbergi Majdan-Leningen utca útburkolata, ezt követte a parkoló építése az óvodával szemben. A következő néhány hétben még zajlanak majd a munkálatok az elliptikus körforgalom körül. Karácsonyi dallal fogadták csütörtök reggel a Gyulai Román Iskolában Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt, aki az elmúlt években visszatérő látogatóvá vált itt, nem utolsó sorban az intézményben megvalósuló gyakori fejlesztések okán. Erre hívta fel a figyelmet Ceglédiné Gurzó Mária, az iskola igazgatója is, aki az intézmény folyamatos fejlesztése kapcsán kiemelte a kormányzati támogatás fontosságát államközi kapcsolatokat illetően. Kiemelte, az itteni fejlesztések alapját is az jelenti, hogy folyamatos a párbeszéd és a közös gondolkodás a felek között. Kozma György, az országos román önkormányzat elnöke emlékeztetett, a gondjaikra bízott intézményekben a járvány és a háború alatt is folyamatosak voltak a fejlesztések. Most egy nap alatt 3 helyszínen, Gyulán, Eleken és Batonyán avatnak új beruházást. A fürdővárosi román iskolában nemrég 45 millió forintból készült el az új sportpálya, most pedig 35 millióból korszerűsítették az udvart. A beruházások kapcsán az eseményen Kovács József országgyűlési képviselő az államtitkárság támogató hozzáállásának jelentőségét hangsúlyozta. A programon 6 diák kapta meg a Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes által jegyzett nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat. A kiválósági és Hős Ötös díja átadó ünnepségét rendezte meg szerda délután a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató a megyei kormányhivatal Békés Csabai központjában. Békés megyében 47 gyermeket jutalmaztak. Az iskolai tanulmányai alapján 4-es átlag fölött teljesítő gyerekek kapták a kiválóság díjat. A kisebbek, akik több mint 105-ös szereztek az évben, ők pedig a Hős Ötös díjat. Az egész éves munkával és szorgalommal elért eredmények motiváló hatásán kívül ez az elismerés sok boldogságot és vidámságot is okozott minden diáknak. Ezek a díjak a nevelőszülők számára is fontosak, hiszen ők teremtik meg a fiatalok számára azt a hátteret, amely alkalmas a jó tanulmányi eredmények elérésére. A díjakat Bulla Erika, az Északi és Délalföldi Területi Igazgatóság vezetője, és Kisné Fekete Marianna, a Békés megyei nevelőszülői hálózat szakmai vezetője adta át a gyerekeknek. A rendezvényen a diákok nevelőszüleikkel vettek részt, és együtt vehették át a megérdemelt díjakat és az ajándékokat. Új kötetet jelentetett meg a Békés megyei levéltár. A Gyulai Füzetek 21. számaként kiadott Annó Gyula című könyv a város múltjának érdekes fejezeteit idézi fel. Az írások a levéltár egykori és jelenlegi munkatársaihoz fűződnek, a kellő tudományos alaposság mellett olvasmányosak is. Korábbi években megjelent írások egy kötetbe rendezve alapvetően olyan történeteket mesélnek el, melyek a nagyobb lélegzetvételű munkákból rendszerint kimaradtak, mégis érdekesek. A könyvet december 13-án kedden az Almási Kastély kápolnájában mutatják be. A műszerzőivel Liska András, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője beszélget. Jó ütemben halad a Gyula konyha új épületének korszerűsítése. Lapszemle következik. Heteken belül új helyére költözik a Gyula konyha. A 710 millió forintos beruházás keretében alig egy év alatt újjászületett a hányattatott sorsú egykori relégyár. Görgényi Ernő polgármester közösségi oldalán azt írta, január 2-ától a mai követelményeknek megfelelő eszközpark segítségével készülhetnek majd az ételek. Korszerűsítés Békés-Sámsonban. Az óvodát és a művelődési házat is felújították, közölte az MTI nyomán a Beol. A két programra közel 100 millió forintot fordíthattak.
Embermentő a vészkorszakban. Világ igaza kitüntetést adtak a néhai Kis Mihály szalézi szerzetesnek, közölte a Magyar Kurír. Kis Mihály 1944. októberétől több zsidó származású üldözöttet fogadott be a rendházába, megmentve az életüket saját élete kockáztatásával. Megelőzni a tragédiákat az utakon. Orosházán Pintér József, a Veszprémi Baleset Megelőzési Bizottság titkára tartott előadást. Az Orosz Café azt írta, a biztonsági öv az alkohol, a linkség, az előzés, a sebesség, az elalvás és a telefon. Ezekből a dolgokból származnak leginkább a balesetek. Sok csapadékra készülhetünk a hétvégén. Hétfőtől jelentős lehűlésben lesz részünk, hajnalonként erős fagyra számíthatunk. Szombaton enyhe időben sok esőre készülhetünk. A hőmérséklet az éjszakai órákban plusz 7 fokig csökken. Erről a déli órákra 13 fokig melegszik föl. Vasárnap is folytatódik az esőzés, este felé viszont szárazabb, ugyanakkor jóval hidegebb levegő áramlik fölénk. Éjszaka plusz 6, a déli órákban plusz 5 fokra számítsunk. Lássuk még egyszer mai híreinket. Készül a rendezvénytér. Új szakaszához ért a régi nagymozi épületének felújítása. A díszpolgárra emlékeztek. Felavatták Iványi János belgyógyász főorvos emléktábláját. Folytatódhatnak a fejlesztések. Közel 12 milliárd forint érkezik Békés megye településeire. Adományok 3 helyszínen. Jótékonysági akcióval kezdődött a Gyulai Mézes Fesztivál. Zenéről és táncról párban. Megyeri Léna és Bősze Ádám tartott Gyulán ismeretterjesztő előadást. A híradót látták, most az értékőrző következik. Nézzék híreinket, videóinkat a közösségi médiában és a gyulatelevízió.hu-n. További jó tévézést kívánunk, köszönjük figyelmüket!